Csütörtökig van lehetőség a felvételi dokumentumpótlásra és a sorrendmódosításra, ezt írta a hiradó.hu. A felsőoktatási intézményekbe felvételizőknek még egy napjuk van hátra, hogy benyújtsák a hiányzó dokumentumaikat. A diákok egyetlen alkalommal módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét, írta a hírportál. 30 millió forintot nyert el Kesztölc a megyei önkormányzat által koordinált településfejlesztési operatív program keretein belül. A település ebből az összegből a község számára évek óta problémát okozó csapadékvizet tudja majd elvezetni, és különféle létesítményekkel megvédheti a helyi művelődési ház környékét a víz által szállított hordaléktól és iszaptól. 17 gyerek ismerkedik a néptánccal és a népi viseletekkel, illetve az újrahasznosítással Piliscséven a művelődési házban a péntekig tartó helyi Erzsébet napközis táborban. A piliscsévi, kesztölci és leányvári kisiskolások kézműveskedhetnek, de a turnus során ellátogatnak a tatai fényes tanösvényhez is.